A Balatonfejlesztési Tanács munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Partnerségi Napok keretén belül szervezett szakmai konferenciát. A demográfiai változások új kihívásai, adottságok, lehetőségek, életminőséget javító kezdeményezések a Balaton kiemelt üdülőkörzetében címmel. A rendezvénynek a Keszthelyi Balaton Múzeum biztosította a helyszínt. Nemzetközi kutatások, tanulmányok mutatnak arra, hogy a következő időszakban a társadalom idősödésével Magyarország is, csak úgy, mint az Európai Unió valamennyi tagállama, komoly kihívás elé néz. A Balaton térségében is új feladatok jelentkeznek a demográfiai változások következtében. Foglalkoznunk kell azzal, hogy az itt lévő időseknek az ellátását, az életminőségét minél jobbá tudjuk tenni, minél több olyan programot, olyan kezdeményezést karoljunk föl, valósítsunk meg a térségbe, ami az ő szabadidő eltöltésüket, életminőségüket javítani tudja. Illetve a másik lehetőség, hogy ez a turizmus szempontjából is egy lehetőség a térségnek, hiszen az időskorú, nyugdíjas korú turisták is egyre többen érkeznek a térségünkbe. A konferencia egyrészt tájékoztatást kíván adni a térségi szereplők részére a folyamatokról, a társadalmi-gazdasági folyamatokról, másrészt pedig mindig próbálunk valamilyen jó gyakorlatot bemutatni, ami akár példaként szolgálhat az itt élők számára is. Dr. Obádovics Csilla, a Központi Statisztikai Hivatal tudományos főmunkatársa, a Balaton kiemelt üdülőkörzet népesség előrejelzéseit és azok hatásait ismertette a jelenlévőkkel. Vizsgálják, hogy a 2003-ban készült felmérések mennyire helytállóak ma. A népesség előre számításokat minél nagyobb területen végzik, annál jobban becsülhető. A szakemberek hipotéziseket készítenek a jövőre vonatkozóan, például mennyi lesz a születéskor várható élettartam a Balaton régióban. A lakónépesség adatok elemzése során az előadó elmondta, a balatoni városok lakossága csökkent az elmúlt 15 évben 140 ezerről 132 ezerre. A községek esetében a vízparti települések lakóinak száma nőtt, a nem parti községeké pedig csökkent. A 65 éven és a 80 éven felüliek száma folyamatosan emelkedést mutat. Az egyes településeken az úgynevezett migrációs egyenleg nulla, ez azt jelenti, hogy megközelítőleg ugyanannyian költöznek oda, mint amennyien máshová mennek lakni. Az idősügyi kormányzati tervekkel kapcsolatban Hulák Zsuzsanna főosztályvezető tartott tájékoztatást. Elmondta, számos intézkedés történt annak érdekében, hogy a demográfiai egyensúly némiképp helyre billenjen. Elmondta, az a cél, hogy minőségben élhessék az idősek a mindennapjaikat. A szuverenitást, az önellátás képességét minél tovább meg tudják tartani, valamint a cselekvési képességet, a tudásátadást. Ebben a családok szerepe is fontos. Általában azt látjuk, hogy felnőnek a gyerekek, kirepülnek, önálló háztartást kezdenek vinni, megszületnek az unokák, és bizony a nagymamákra óriási szükség van az unokák gondozásában, ellátásában. Bizony még anyagi támogatás is kell a friss kis családnak a talpon maradásához, tehát egyfajta idősebb korosztálytól a fiatalabbak felé irányuló transfer valósul meg, szellemileg, értékátadásban, sok esetben anyagilag is. A gazdasági aktivitás is fontos. A kormányzat új konstrukciót dolgozott ki, hogy a nyugdíjasokat visszacsalogassák a munkaerőpiacra. A nyugdíjas szövetkezetek idén indultak el, tehát tapasztalatok összegzésére még nem került sor. Hangsúlyozta a főosztályvezető, olyan szemléletformálásra van szükség, amelynek a lényege, hogy az idős ember a család része, nem pedig csak rászoruló. Szót ejtett az idősek jólétét meghatározó intézkedésekről, többek között a házi gondozás fejlődéséről. Az idei évben végzett Balaton körüli demográfiai felmérés eredményeit foglalta össze a következő előadó, a májusban szervezett idősügyi tanácskozás résztvevőinek kérdőíves válaszadásaiból.
Úgy építettem föl magát az előadást, hogy legyen egy ilyen logikai vonalvezetése, és legyen benne egy európai összehasonlítási minta. Tehát van a European Social Survey vizsgálat rendszer. Ez egy minden évben egyszer nagy mintán Európa különböző országaiban lefolytatott vizsgálat, amelyben többek között kérdezik azt, hogy idősnek érzi-e magát egy időskorú, tehát 60 év feletti metszetekben elkészülő vizsgálatokról van szó. Most ennek hoztam egy Európai Uniós összehasonlító értékét és egy magyar értékét. Ennek a lényege az, hogy Magyarországon valamivel előbb alakul ki ez az idős öntudat, mint az Európai Unió különböző nyugati országaiban. Most itt ez a minta, ami így elkészült, ez a magyar szerkezeti egységekhez tagozódik be. Tehát jelentős különbségeket ebben nem fog mutatni, valamivel korábban alakul ki Magyarországon az idős öntudat, mint Európának a nyugati része. Nyilván ez is nagyon sok dimenzió hatásától függő tényező. Friss információkat kapunk a felmérésekről, és azt, hogy hogyan tovább. Nekünk a nyugdíjasoknak ez nagyon fontos, hogy merre tovább, és milyen körülmények között tudunk élni, illetve milyen rendezvényekbe tudunk bekapcsolódni, mivel tudunk még segíteni a helyi településeknek vagy a közösségnek, hiszen én is egy csoportot vezetek, a Nők a Balatonér Egyesület Ütökeszthely és Vidékét, és bizony sokszor különböző rendezvényeken részt veszünk, mert még van bennünk tenni akarás, és szeretnénk, hogyha itt olyan hasznos dolgokat hallanánk, amit föl is tudunk használni. Nem csak a turisztika szempontjából fontos a lakosságnak az állapota és az átlagos életkor. Én egészségügyben dolgozom, és igazából az egészségügyet is markánsan érinti, hogy milyen egészségügyi szolgáltatásokat kell majd a jövőben erősítenünk, hogy megfeleljen a lakosság számára. Nálam nagyon fontos szempont az, hogy hiába öregszik a társadalom, mi vidáman és fiatalon szeretnénk élni az életünket, és ezek a konferenciák rávilágítanak olyan eseményekre, lehetőségekre, amit tudnunk kell, és én ennek mindig örömmel veszem a információját. Jó gyakorlati képzési metodikát is megismerhettek a konferencia résztvevői. Zsigmond Király Egyetem Senior Akadémiája az Közép-Európában a legnagyobb képzési hálózattal rendelkezik. Ennek a szervezése konkrétan 2009-ben indult el, amikor elindítottunk a 3. kereti önkormányzattal és a környék önkormányzataival egy nagyon részletes, hosszú kutató munkát, amiben felmértük több mint 3500 környéken élő 50 pluszosnak a tanulási szokásait, szabadidő eltöltését, és ezek alapján létrejött egy nagy anyagunk, amiből 2011-ben megindítottuk ezt a képzést. Ez a képzés jelenleg 35 helyszínen zajlik, Budapesten és Budapest környékén, és hát több mint 5000 hallgató tartozik bele. Ezzel a képzéssel már nagyon sok figyelmet kivívtunk országszerte, illetve határon túl, például 2016-ban az EMMI védnökségét kaptuk meg erre a képzésre. A Somogy megyei önkormányzat alelnöke a foglalkoztatási paktum projektjein belül az idős foglalkoztatás lehetőségeiről beszélt. Szó esett Keszthelyváros idősügyi programjáról is. Az idősügyi kérdés azt gondolom, hogy minden településen egy nagyon fontos és stratégiai kérdés, és annak is kell, hogy legyen. Különösen igaz ez a kisebb lélekszámú településekre, úgy mint Keszthelyre is, a kisebb városokra. A város tekintetében azt gondolom, hogy fontos különbenni azokat az idősügyi cselekvéseket, akciókat, akcióterveket, amelyeket a mindenkori képviselőtestületnek meg kell fogalmazni. Fontos, hogy külön kezeljük az egészségügyi ellátásokat, amelyekbe alapvetően vagy jellemzően az idős korosztály tagjai nagyobb számban kell, hogy részesüljenek nyilván koruknál fogva. Nagyon fontosak azok a szociális intézmények, szociális intézkedések, amelyek ezt a korosztályt segítik alapvetően, és nem csak magát a rászorulót, hanem a családokat, a családtagjaikat is, akiknek könnyítik a mindennapét azáltal, hogy egy megfelelő színvonalas és azt gondolom, hogy minőségi szolgáltatást kell, hogy nyújtsanak ezek a különböző intézmények. Népszerű és hatékony kezdeményezés a Senior Torna. A Senior Torna, a mi Senior Tornánk az egy nagyon trendi módon összerakott, de nagyon széles spektrumban felosztható mozgás, ami funkcionális is, tehát minden olyan problémára választ tud adni, megoldást tud adni, hát akár játékos, de nagyon vidám formában is, amire szükség van. De ugye a senior életkor is széles spektrumon mozog, ezért én úgy szoktam, hogy 40 plusz, 50 plusz, 60 plusz, 70 plusz, több helyszínen zajlódhat, tehát idősek otthonában, vagy
vagy fitnessteremben is akár, tehát alkalmasnak kell lenni a programokkal, hogy szórakoztató módon, tetszőleges hosszban, tehát 40 perctől egészen az 5-10 perces demókig is megoldást tudjon nyújtani. A konferencia széleskörű áttekintés nyújtott az idősödő társadalom jellemzőiről, a jövőt érintően e terület problémáinak és lehetőségeinek feltárásáról, a jól működő gyakorlatok megismertetésével és terjesztésével. A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Az elhangzott előadások, az észrevételek, javaslatok beérkezésének feldolgozását követően 2018. évben tervezi e témában a következő konferencia workshop megrendezését.